nincs késünk majd. 19-27, ennyit késni elég szép. Minden utas, minden őjött már. Akkor bújok ki alul, kezdem velük hanyagul. Egy kis dolgom volt a podgyásznál. Senki nem patkát, ha elvinszem, hogy kalandos kekonatán. És a postából semmi nem vészel, ha a macska adja át. Ez a fickó várja őt, az ágya az ott fönt, kinn az ajtón a becses neve át. Ugye jó kis fülkét adta, itt a paplan, és a padlóra egy borszem se szállt. Van itt nagy és pici lámpa, ezt nem tetszi, szerint vágya. Ha egy gombot megnyom, befütyül a szél. Ez a kecses kicsi kagyló reggel cica mosdásra jön. Itt befűthet, ha már bellem tepp a dél. A pincér kopog este, kérdi öntől szinte estve. Reggel milyen teátó hajt? Jó erőset és sokat! Ezt ellenőrzöm csupán, nehogy elfeledje bután. Így nem csinálhat soha semmi bajt. Este van, hogy a kagyban nincs rangetsze a pontos kérét. Már hallgat a jó utas végésekben, szaladja majd még egy kisegésem. Van a kagyba már minden éjjel nőtt, és mindenütt széljel él. Néha beszáll pár magár, míg a falat áll magál, legyet jogasztani vállalkozom én. Így a hosszú utakon teljes lesz a nyugalom, én ezt biztosítom ének idején. Viszont láttad talán páran, mint a rendőrös szobában, mikor gyújtottam a jelentésem át. Majd a végállomásnál, ahol mindenki kiszáll, mindig ott voltam, hol meg.